Vagy talán Balázs választás azért esett le, mert a 20. század talán legnagyobb gondolkodója volt, a relativitás elmet megalkotója. Sokan valószínűleg nem is tudják, hogy nem ezért a munkásságért kapott Nobel-díjat, hanem az úgynevezett spin-elektromos jelenség magyarázatáért. Tudják-e, hogy miért? Mert az utóbbi nagyjából érthető, beleértve a Nobel-díj bizottság tagjait is,